Hát nagy szeretettel köszöntöm Perindfalvi Ritát, aki a Budapest International Documentary Festival, azaz a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál nemzetközi zsűriének tagja. Nagyon köszönöm, Rita, hogy elfogadtad a zsűribe a meghívást, mert hát elfoglalt ember vagy, és itt bizony meg kell nézni 7 filmet. És hát a te szekciód, amelybe hát felkértünk, a gonosz birodalma. Nem tudom, mit szóltál, ha kezdhetem itt a kérdésemet, amikor azzal kerestünk meg téged, hogy légy szíves, legyél a gonosz birodalmának az egyik zsűri tagja. Hát először is nagyon köszönöm, hogy tényleg itt lehetek, és hogy meghívtál ebbe nagyon izgalmas vállalkozásba, és nagyon örültem neki. Hát amikor meghallottam, hogy a gonosz szekció lesz az enyém, meg hogy azt érzed, hogy ez passzol hozzám, akkor nyilván gondolkodtam, hogy vajon miért gondolod ezt, de természetesen rájöttem, hogy hát azért én kapcsolódom ehhez, ugye egyrészt teológusként is, gondolkodom arról, hogy mi az, hogy gonosz, meg hát valahogy mostanában nagyon sok olyan dologban vagyok benne, amikor magam is szembenézek a gonosszal, ez ugye konkrétan az abúzus ügyeknek a feltárása, és hát tényleg találkozom a gonosszal, úgyhogy azt mondtam neked, hogy én ezt a szekciót ezt vállalom, mert nagyon sokféle téren látom ezt a mindennapunkban, hogy hát megjelenik a gonosz, megcsillan a tekintete, és valahogy úgy csillan meg, hogy sokszor nem vesszük észre, tehát hogy ez egy nagyon ügyesen csillanó tekintet, jól álcázza magát, de érdemes leleplezni. És szerintem ezek a filmek, ezek ilyenek lesznek, hogy le fogják leplezni a gonosznak az arcát, ami nagyon jó, mert akkor tudjuk, hogy ő a gonosz. Ugye hát 7 filmet fogsz látni, Rita, néhányat már tudom láttál, sőt azt is tudom, hogy mint a másik szekcióból is érdekelt volna film, azt majd elmeséled, de hát én örülnék, hogyha mesélnél ezekről a filmekről, az érzéseidről, mit mozgatott meg benned, milyen gondolatok jöttek belőled? Hát a Csapda a neten volt az egyik film, amit megnéztem a gonosz szekcióból. Hát ez pont az abúzus témához kapcsolódik, úgyhogy nagyon megnyomta bennem azokat az érzeteket, amiket egyébként is, amikor áldozatokkal beszéltem, hát hogy mi történik ezekkel a lányokkal. Ugye ennek a filmnek az az alapszituációja, hogy van egy stáb, és meghívnak tulajdonképpen fiatal színésznőket egy válogatásra, 23-an jelentkeznek, akik fiatalosan néznek ki, olyan 18 körülinek, de elmúltak 18-ak, tehát ez fontos, hogy így a felnőtt korúak legyenek, de hogy annyira vissza lehessen őket fiatalítani, hogy majd egy 12-13 éves kislánynak a bőrébe tulajdonképpen belebújnak. És hát onnan indul a történet, hogy felépítenek ezeknek a lányoknak 3 cset szobát, ugyanazzal a gyermeki dekorációval, színes falakkal. Vannak lányok, akik elviszik otthonról a saját játékaikat, az idősapa által készített nagy faházat, vagy a mizes kalács szívet, tehát berendezik úgy ezt a kis otthont, mint hogyha egyébként a régi leánykori otthonuk lett volna. És akkor tulajdonképpen onnan indul az egész, hogy bejelentkeznek online felületekre, chatszobákra, és ott elkezdődik a kommunikáció mindenféle férfiakkal. És hát az volt a kísérletnek a nagy kérdésfeltevése, hogy vajon mi történik a mai világban egy 12-13 éves lányal, hogyha kikerül az online térbe, milyen erőszaknak, milyen fajta bántalmazásnak esett tulajdonképpen áldozatául. És hát döbbenetesek lettek aztán a történések, amik ott folynak. A számokra emlékszem a végéről, és azon döbbentem meg nagyon, hogy ahogy vége van a címnek, és akkor jönnek az adatok, hogy 10 napig folyik ez az egész kis kísérlet, vagy hát ez a felvétel tulajdonképpen 3 lánya, tehát 3 színésznővel, és 2458 férfi jelentkezik be, akik mind valamilyen szempontból átlépik tulajdonképpen azt a határt, ahol már elkezdődik vagy az erőszak, vagy a zsarolás, vagy a szexuális bántalmazásnak valamilyen formája. És akkor én ezt így nem akartam elhinni, hogy az online világban ilyen töményen jön szembe az erőszak, és nem csak, hogy ilyen töményen jön szembe az erőszak, hanem hogy fiatalkorú lányokkal történik ez meg. És az volt a lányoknak az egyik feladat, hogy amikor elkezdik ezeket a beszélgetéseket, ez ugye folyt néha Facebookon, néha Skype-on, Snapchat-en, tehát ezeken a nagyon népszerű felületeken, hogy mindenképpen hangsúlyozzák és mondják el, hogy ők 12 évesek. És akkor ugye itt várná az ember a reakcióját egy normális embernek, hogy talán akkor visszahökköl, és akkor talán elgondolkodik, és hát a másik oldalon ott ülnek ezek a 40-50-60 éves, tényleg apa vagy nagyapa korú férfiak, akik olyan válaszokat adnak, hogy hát engem nem zavar, hogyha téged se zavar, ó, hát én is voltam 12 éves, tehát így elbagatalizálják az egész problémának súlyát, és nem gondolnak bele, hogy ami utána történik, azért ő, mint felnőtt, felelős. És hát nagyon durva bántalmazások indulnak. És akkor az volt az érdekes ebben az egész
kísérletben, hogy hát ott van a stáb, ott vannak a lányok, és akkor szakértőket is meghívnak, meghívnak pszichológust, meghívnak szexuálpszichológust, meghívnak ügyvédet, bűnügyi szakértőket, akik ugye figyelik az eseményeket, és hát közben tanácsot is adnak a lányoknak, nyilván ugye segítik is őket, mert hát ők maguk is traumatizálódnak, tehát ők beleállnak egy olyan szerepbe, hogy el kell játszani a 12 éves kislány, belebújik a bőrébe, úgy kommunikál, de hát ami jön, az ugye a valósággal való találkozás, tehát hogy ez nem egy színpadi helyzet. Tehát ők maguk színészek, de hát ez a valós élet. Csak ők játszanak ugye szerepet, és hát látszik az arcukon, hogy amikor az első ilyen kísérlet elindul, és az első férfivel beszélnek, hogy ledöbbennek, és hát sérülnek, ők maguk is, és akkor ezért van ugye ott a pszichológus, aki próbálja értelmezni, hogy mi történik ezekben a helyzetekben. És hát nekem az egy megdöbbentő élmény volt, hogy úgy magyarázza ugye a pszichológus, hogy ezek a férfiak egy dolgot nem vesznek figyelembe, hogy az a lány, hogyha aktívan, direkt módon nem áll ellen, tehát nem tiltakozik, nem mondja, hogy én ezt nem akarom, akkor a férfiak azt beleegyezésnek veszik. Pedig, és akkor itt jön ugye az autoritással való visszaélés, hogy azon az oldalon, ezért az egyik oldalon áll egy kislány, aki hát valóban egy kislány, a maga pszichés fejlettségével 12 évesnek felel meg, a döntési kerete, a döntési lehetősége is a 12 évesé. A másik oldalon áll egy felnőtt, akinek ugye ott van a felnőtt autoritása, és akkor így magyarázza a pszichológus, hogy amikor egy kislány találkozik egy felnőtt férfival, akinek mély a hanga, nagy a termete, és eleve ugye gyermek és felnőtt reláció megjelenik, hogy egy autoritás személy, akkor ő nem fog neki nemet mondani. Tehát egyszerűen csak azért nem áll ellent, mert hogy erre tanították meg, hogy neked gyerekként egyébként engedelmeskedned kell. És ezért ugye nincs aktív ellenállás, a férfiak pedig beleegyezésnek veszik, és akkor folytatják ezeket a történeteket velük. Vesd le a pólód, vesd le a pizsomád, húzd le a bugyit, tehát ez ami döbbenetesek, és amikor elkezdik magukat mutogatni, nagyon durva tartalmú, szexuális tartalmú videókat küldenek, még olyat is, amikor valamilyen állat kerül bele ebbe a képbe, vagy kiskorú pornót, tehát valami elképesztő módon tulajdonképpen, ugye a másik oldalról, hogyha néznék, akkor a kiskorúnak a veszélyeztetéséről van szó, az ő fejlődésének a veszélyeztetéséről. És hogy ezek a férfiak ebben nem gondolnak bele. Tehát ő játszadozik a lányjal, tárnak kezeli, azért, hogy saját magának gyönyört okozzon. És ugye közben, amikor folynak ezek a beszélgetések, ezek a férfiak magukhoz nyúlnak. Levetik a nadrágjukat, és ott a kislány előtt magukhoz nyúlnak, és hát próbálnak elélvezni. És nem gondol bele, hogy hát ezt egy gyerek nézi végig. Egyáltalán nem gondol arra, hogy ő valamilyen szempontból felelős kellene, hogy legyen ebben a helyzetben. Tehát én ezen döbbenek meg, hogy felnőtt emberek, felnőtt férfiak, hogy bánhatnak ennyire felelőtlenül gyerekekkel, és mindenfajta lelkismeret fordulás nélkül. És azért ez nagyon kemény megtapasztalni, meg hogy ez ennyire tömény. Igen. Azt szeretném kérdezni, Rita, ennek a filmnek két verziója van. És kíváncsi vagyok, hogy te az egyiket láttad, gondolom, egy verziót. Igen. Van egy hosszabb, én azt mondom felnőtteknek való, szinte hát azt kell mondjam, 18 éven felüli verzió, és van egy rövidebb 60 perces oktatási verzió, ahol maguk a szereplők, kislányok narrálják, és a 12 évesek felé fordulva magyarázzák a filmet, mint egy kézikönyv. Melyiket láttad? Én a hosszabbat néztem. A hosszabbat, meg. Igen. Akkor most jön a narrációs. Szakemberként biztos nagyon érdekel majd téged a rövidebb is, de hát valójában a hosszú verzió készült el először, csak ugye az a probléma, gondolom én, úgy gondolták a filmkészítők, hogy a hosszú verziót nem lehet megmutatni épp annak a korosztálynak, akit óva kell inteni attól, akinek meg kell mutatni, hogy vigyázz, igen, mert annyira durva az egész estés verzió, ezért csináltak, hát egy kicsit lepuhított, nagyon nem lehet lepuhítani, elmagyarázottabb verziót kifejezetten 12 éven felül lányoknak. Csak mesélem neked, hogy az is érdekes lehet számodra. Mindenképpen. Mert nem ugyanaz, más műfaj. Igen. Más műfaj. Egyszerre film és kézikönyv. Zseniális cseh szakemberek csinálták szerintem. És járja is az egész világon lassan az iskolákat. Hát, hogy itt hogy sikerül, majd azt meglátjuk. Hát az iskolákba eljuttatni. Nagyon kellene, mert ez szerintem ez egy ilyen alapmű lehetne. És ugye itt még a történetben az egyik része, amikor ugye a szobákban maradnak a lányok, és akkor van egy másik része, a történetnek a vége fele, amikor kilépnek a valóságba, ugye ezek a férfiak akarnak személyes találkozót is. És akkor a 10 nap alatt 21 ilyen személyes találkozóra is sor kerül, ugye a kávéházakban legalább annyi biztonságuk legyen, hogy azért mégis egy nyílt térbe. De
Például, amikor ott van egy ilyen jelenet, hogy megjelenik egy pár, egy férfi és egy nő, és akkor ott ül velük szembe egy ilyen kislány, tényleg egy ilyen kis helyes, szőke, mosolygós szemű, és akkor a nő elmondja, hogy hát velem ezt fogod majd csinálni, a férfival meg azt fogod csinálni, most nem akarom ezeket kimondani, mert ezek tényleg nagyon kemény dolgok, és a lány egy nagyon ártatlanul visszakérdez, hogy de én 12 éves vagyok, ez nem zavar titeket? És mind a ketten azt mondják, hogy nem. Tehát, hogy egy ilyen hármasba, egy ilyen szexuális hármasba bevonnak egy kiskorút. És véletlenül sem jut eszükbe, hogy egyébként ezzel milyen kárt fognak okozni. Tehát még egy nő is ott van bűntársként. Ugye a többi történetben alapvetően férfiakat látunk, mint abuzáló, vagy egy visszaélő, vagy erőszaktevő, és itt megjelenik egy nő is. És egyébként ezen a témán belül, hogy szexuális visszaélés, az egyik tabu téma, amikor nők követik el. És hogy ez jó ebben a filmben, hogy ezt is megmutatja, hogy bizony nő akár tettestársként, vagy akár fő elkövetőként is megjelenhet. Tehát, hogy ez mind a két nemre sajnos jellemző, vagy megjelenhet nyilván arányaiban azért a férfiak az elkövetőknek a nagy része statisztikailag. És hát nagyon keményen azért itt elindultak Csehországban, hogy amiután elkészült ez a film, büntetőperek, büntetőeljárások, a filmben is ugye látható valami. Igen. Igen, hát az egy döbbenetes pillanat a filmben. Ugye van a stábban egy sminkes, és akkor a sminkes felismeri az egyik profilkép alapján az egyik ismerőst, aki egyébként a civil foglalkozásában utazási irodát vezet, gyerektáborokat szervez. Tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan ember, akire gyerekek felügyeletét bízzák a szüleik. És hát felismeri. És ez döbbenetes ez a pillanat, hogy az egész stáb teljesen lefagy, de ezt is nagyon jól mutatják, hogy tényleg, hogy milyen sok élmény, amikor ugye abból az anonimitásból valakivel úgy találkozunk, hogy felismerjük. Ez ugye talán a gonosz leleplezésének egy ilyen következő fokozata, hogy addig, amíg nem tudom a nevét, nem tudom egyébként, hogy ő hogyan él, milyen körülmények közül jön, addig még mindig van valami sejtelmesség, de amikor konkrétan szembe jön, és azt tudom, hogy egyébként egy tanárként, vagy egy ilyen gyerekfelügyelőként, táborszervezőként dolgozik, és egyébként én is találkoztam vele, akkor még jobban megérdek, mert ez hozzám közel hozza, hogy hát ez az én valóságomnak a része, minden nap találkozhatok vele. És hát amikor vége van ennek a 10 napos kísérletnek, akkor ennek a férfinak elmennek a lakásához. Kamerákkal, ott van a három lány is, most már nem kislánynak költözve, hanem hát a maguk 18 éves műholtában, és hát próbálják szembesíteni azzal ezt a férfit, hogy ő tulajdonképpen mit csinál. És az a megdöbbentő reakció, hogy ő az egészet a szülőkre fogja. Hogy de hát ez azért van, mert a szülők megengedik, hogy a gyerekek az online felületeken lógjanak. Ha megtiltanák nekik, ha rendesen meg lennének nevelve, akkor nem lennének ott. Ha meg ott vannak, akkor én most miért tettem volna bármi rosszat? Tehát, hogy teljesen átolja a felelősséget valaki másra, és akkor ott menekül a kamerák előtt, de nem is, tehát véletlenül sem gondol bele, hogy egyébként, hogy ő mit csinál. És ez a szörnyű, amikor valakivel egy ilyen gonoszságot szembesítenek, és még akkor se jön rá, ez ugye azt mutatja, hogy teljesen hiányzik a bűntudat. Tehát nincsen annak a szembenézése, hogy én most valami rosszat csináltam, még akkor se, amikor ott áll az a három kislány velem szemben, és mondja, hogy hát ez borzalmas élmény volt. És hogy ővelük, ott elmondják, hogy ezek a lányok, hogy velük a való életben is, amikor 12-13 évesek voltak, történt hasonló. Tehát ez az a döbbenetes, ugye ezek olyan színésznők, a legtöbbjük, és akkor ott elmondják neki, hogy de hát most nem csak most itt ennek a filmfelvételnek a keretében csináltad ezt velünk, hanem velem egyébként gyerekként is megcsinált ezt valaki. És ez borzasztó traumát okozott, és még ma is rémálmaim vannak. Tehát, hogy ma még visszajönnek azok az emlékképek, és te ezt csinálod, ki tudja hány emberrel, hogy lehet, hogy neked ettől nincsen bűntudatod, és hogy nem jössz rá, hogy te milyen gonosz ember vagy. És nem. És ez a nagyon-nagyon ijesztő ebben a történetben szerintem. Hát más ilyen filmet is láttál, ha jól tudom, amelyik ijesztő. Igen, hát ugye nem véletlen, hogy a gonosz birodalmáról beszélünk, mert itt ilyen ijesztő filmek vannak. Egyébként gondoltam is arra, hogyha ezt valaki úgy egy dózisban végignézni, az szerintem nagyon kemény, sok terápia lenne. És hát sok filmet kell nézni a fesztiválról, mert azért van a reménybirodalma, így van, a megbocsátás birodalma, a szeretett birodalma és a gonosz birodalma, hát keverni kell, mert valóban nem véletlenül felvállaltuk azt, hogy igenis kimondjuk, hogy van egy ilyen, hogy gonosz birodalma, és a filmeknek van egy ilyen csoportja most nálunk. Igen.
szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt kitaláltátok, mert erről szól az életünk. Tehát tényleg, ahogy az egyéni életünkben, a politikai dimenzióban, ugye ezekben között a filmek között lesznek politikai filmek is, hogy nagyon sokféle arca van ennek a gonosznak, amiről nem beszélünk, és hogy mennyire fontos lenne. Tehát én szerintem ez egy nagyon jó téma. Ebben a másik filmben, vagy a második filmben, amit végignéztem, ez pedig az Elfojtott hangok című. Hát ez megint az én témám, teológusként. Egy vallási közösségről van szó, az áll a filmnek a fókuszába. 1961-ben Chilébe egy odaköltöző német telepes közösség létrehoz egy méltóság kolóniát, ez a nevük, ahol hát tulajdonképpen egy vallási közösséget próbálnak megélni. Később kiderül a filmből, hogy tulajdonképpen német evangélikus gyökerű ez a közösség. Paul Schäfer az alapítója, és akkor hát oda mennek a filmesek, ma, a mai korban, ugye jó pár évtized már eltelt, és hát próbálnak beszélni azokkal az emberekkel, akik még ott maradtak. Hát nyilván azóta már nagyon sokan elhagyták ezt a települést, de még mindig vannak 120-an a régiek közül. Hát ezt a Paul Schäfert, aki hát az alapító, az 2006-ban börtönbe kerül, és akkor ugye onnan mesélődik a történet, hogy hát mi történt, és hát kezdenek megszólalni ezek az emberek. És hát közben kiderül, hogy hát itt egy vallásos közösség épült fel, és hogy ennek a vallásos közösségnek egy ilyen borzasztóan fanatikus gondolkodási rendszere van, és ebben a fanatikus gondolkodásba belefér az, hogy tulajdonképpen fizikailag bántalmazzák azt, akiről azt gondolják, hogy valami rosszat csinált. De nem csak azt, aki valami rosszat csinált, hanem csak úgy is. Tehát az a legmegdöbbentőbb, amikor azok a régi áldozatok beszélnek, hogy megvertek, fél óráig vertek, lerántottak a földre, vérzett a fejem, utána elkezdtek rúgdosni, és kiabálták, hogy te disznó, mit csináltál, és én gondolkodtam azon, hogy vajon mit csináltam, de nem tudom. Tehát valószínűleg nem csinált semmit, csak egyszerűen a verés a mindennapoknak a része lett. Tehát, hogy ez a Schäfer, ez a régi vezető, ez felépített egy ilyen, tényleg, ezt egy másik szereplő mondja, egy ilyen náci, hitleri megfélemlítésre épülő közösséget, ahol nem csak ő bántalmazta a tagokat, hanem a tagok egymást. Tehát, hogy ő felépít egy struktúrát, vannak az úgynevezett vezetők, idézőjelben, akik aztán ezt viszik Kápó. Tovább. Kápok, így van. És akkor ugye történet mesélés alapján kiderül, hogy hát milyen módon éltek ott ezek a közösségek, közösségnek a tagjai. Férfiakat elválasztották a nőktől, a gyerekeket a szüleiktől, a gyerekeket nem szerint korcsoportonként elkülönítették, és aztán utána kiderül, hogy miért, mert például a kisfiúkat évtizedekig szexuálisan molesztálja ez a Schäfer. Tehát, hogy azért különíti el a szülőktől, azért izolálja őket, hogy ne tudjanak arról, ami történik. Ugye, ahogy tanulmányozom ezeket az abúzus témákat, ott mindig egy kulcspont az izolálás. Hogy én akkor tudok igazából kontrollt gyakorolni, hogyha teljesen elszigetelem az áldozatot, és ugye nem tud segítséget kérni. De hát ugye ezek a gyerekek, ezek amúgy se tudnának, mert ahogy így a film folyamán kiderül, ilyen egészen primitív módon gondolkodnak a szexualitásról, a szerelemről, a gyereknemzésről, semmit nem tudnak róla. Mintha nem is ebben a században élnének, hanem valahol egy egészen elmaradott közegben. És akkor ugye lehet őket bántalmazni, nem is tudják elmondani, mert nem értik, hogy mi történik velük. És akkor kiderül később, hogy a nőket másodrangú polgárként kezelték, a lányoknak csirke volt a becenevők, vagy úgy gónyolták őket, a nőket meg hosszú hajúnak, és akkor tulajdonképpen úgy fegyelmezték őket, hogy szexuálisan molesztálhatták a lányokat is, és az asszonyokat is. És akkor így ledöbben az ember, hogy te jó ég, ennyi erőszakot, és ezt az összes erőszakot az Istennek a nevében. Tehát, hogy itt van valaki, aki az Istent képviseli, és hát ez az ember ezen a címszóval tulajdonképpen egy ilyen megfélemlítő légkört épít ki ebben a közösségben. És akkor hát először ezt látjuk, és akkor hozzájön még egy politikai dimenzió, ami még ijesztőbbé teszi az egészet, mert megjelennek azok a történetek, amik a 70-es évekről beszélnek, a Pinocheti diktatúráról, és akkor ott kiderül, hogy tulajdonképpen ez a Schäfer, ez a fasiszta rezsimnek az egyik emberévé válik, kiszolgálja ott a hatalmat, azzal is, hogy embereket hallgatnak ki, a közösségnek a tagjai, és bántalmaznak, gyilkolnak meg. És akkor azon gondolkodtam, hogy ennek a dinamikának lehet, hogy az áll a hátterében, hogy ugye nagyon gyakori az, hogy van egy szexuálisan abuzált áldozat, aki ezt nem tudja feldolgozni, tehát megmarad ez a trauma, és maga is tettessé válik. Tehát, hogy van ez az ördögi kör, hogy áldozatból tettes, és hogy ezek ott bántalmazóvá, sőt, gyilkossá válnak. És az a döbbenetes, amikor később erre visszagondolnak, akkor vagy letagadják, és azt mondják, hogy ez hazugság, egyáltalán nem volt,
vagy pedig nem értik, hogy mi történt. Tehát, hogy minthogyha egy másik valóságba kerülnének hirtelen. Az az érdekes, hogy ahogy próbálnak így a múlthoz visszanyúlni, látszik, hogy évtizedek teltek el, de a traumákból semmit nem dolgoztak fel. Tehát valami félelmetes ember megnyomorító közeg alakult ott ki az Istennek a nevében. És hát ez a Schaefer, ez egy rendkívüli figura lehetett, tehát tényleg ő is szerintem maga a gonosz. És még egy nagyon ijesztő pontja van a történetnek, amikor a legeslegvége elkanyarodik oda, hogy az öregek otthonában meglátogatják azokat az időseket, akik tulajdonképpen az alapítói voltak a közösségnek, tehát a legidősebbjei. Már nagyon idősek, sok közülük, akik tényleg ágyban fekvő beteg, de visszaemlékeznek. És akkor egy néni, egy ilyen nagyon kedves arcú néni, ilyen ragyogó tekintettel elkezd arról mesélni, hogy de hát itt mindenki szerette egymást. Hogy hát mi egy igazi család voltunk, és hogy itt az volt a legszebb, hogy itt mindenki kimondhatta az igazságot. És semmiről nem tesz említést, hogy milyen erőszak volt, milyen agresszió volt, milyen brutalitás volt. És látszik rajta, hogy ő neki ez nincs is benne a fejébe. Tehát, hogy valahol egy ilyen agymosó szektaként működik ez az egész. Így építette fel nyilván ez a Schaefer ezt a közösséget, hogy valahol meg ki van mosva az agyuk, és nem is tudják, hogy valójában mi történt velük, vagy így emlékeznek vissza, vagy lezárták. Tulajdonképpen eltávolítják magukat az emléktől. Amikor ezt a szektavezért lecsukják, akkor a vezetők próbálják valahogy egybetartani a közösséget, de azt is próbálják elérni, hogy ne legyen ebből igazi botrány, mert ugye attól tartanak, hogyha most a közösség tagjai elkezdenek beszélni, akkor nyilván rengeteg bírósági pert lehetne indítani, hát köztörvényes bűncselekményeket követtek el kiskorúak ellen. Nem is tudom, hogy hány évet kaphatnának egyébként börtönbüntetésre ezek az elkövetők. És akkor azt mondják a vezetők, hogy hát ezt nem engedhetjük meg, nekünk vigyázni kell a saját jó hírünkre, meg hát hogy a közösség tovább tudjon élni, és szerveznek egy bűnbánati szertartást, amiben leírják egy levélre, hogy mi minden bűnt követtek el. És akkor azt ott felmutatják, és azt mondják, hogy na mostantól mindenki bocsásson meg mindenkinek, hiszen mindenki egyben áldozat, de tettes is, és a mai naptól felejtsétek el az egészet. Most egy olyan ember, aki egy picit is foglalkozott pszichológiával, vagy életébe beült egy terápiás órára, az tudja, hogy ez nem létezik. Tehát az, hogy felejts el egy traumát, nem csak egy egyszeri traumát nem lehet elfelejteni, de egy ilyen traumát, ami évtizedekig tart, hogy lehetne elfelejteni? Tehát elfolytani el lehet. Ugye innen jön szerintem a filmnek a címe, hogy elfolytott hangok. Tehát, hogy belekényszeríti ezeket az embereket valami végletesen mély elfolytásba, hogy ne beszélhessenek a saját megsebzettségükről. Tehát az, hogy a gonosz a mindennapoknak a része, és ne úgy gondoljunk rá, mint akinek van két szarva, és van egy lompos farka, és egyből fel fogjuk ismerni, hogy ő a gonosz, mert a gonosznak az egyik legnagyobb trükkje, hogy ő rajta nem látszik, hogy gonosz. Tehát lehet, hogy teljesen hétköznapi figura, vagy lehet, hogy valami nagyon karizmatikus, nagyon vonzó. Például ez a Paul Schaefer, ez a szektavezér, ez egy rendkívül karizmatikus ember lehetett. Tehát nem véletlen, hogy így fel tudja építeni magát a rendszert. Tehát ő neki nyilván van egy olyan karizmatikus beszédképessége, egy olyan fellépés, egy olyan szuggeráló, szuggesztív ereje, ami miatt bele tudja vinni ezeket az embereket. Tehát őról a biztos, hogy nem gondolták így elsőre. És ez a gonosznak az egyik trükkje, hogy nem fedi fel magát, hanem tulajdonképpen például annál a filmnél, ami a csapda a neten, leleplezik a gonoszt. Tehát szerintem ez az egyik fontos dinamikája a gonosznak, hogy a gonoszt akkor lehet az erejétől megfosztani, hogyha le lesz ő leplezve, hogy a vannak a része, tehát hogy igenis, hogy létezik a gonosz, mert attól a pillanattól kezdve, például ezek a kislányok, meg mondjuk azok a kislányok, akik ezt az oktatófilmet megnézik, fogják tudni, hogy ez a gonosz ilyen formában létezik, és én találkozhatok vele. Lehet, hogy ott lesz a szobámban holnap este 8-kor, amikor belépek az egyik ilyen chat szobába, és tudjam, hogy ott lehet. Tehát, hogy ne gondoljam azt, hogy majd valami szörny fog velem szembenézni, lehet, hogy egy nagyon szimpatikus fiatalember kezd el velem csetelni, és aztán mi lesz a vége. Lehet, hogy meg fog zsarolni, és aztán már csak a zsarolás miatt fogok megtenni neki dolgokat, amiket eszem ágában nem jutna megtenni. És aztán szégyenni fogom magam, és olyan traumák érnek, ami miatt lehet, hogy öngyilkosságot akarok elkövetni. Ugye nagyon sokszor ide vitte le a történet ezeket a kislányokat, hogy hát megzsarolják, hogyha fotót küldtél, vagy hirtelen lefotózzák, és akkor utána már lehet ezzel zsarolni azt, hogy de, hogyha nem csinálod meg ezt és ezt, akkor nyilvánossá teszem, elküldöm az anyukádnak, az osztálytársainak, kiteszem a Facebookra, és meglátják rólad, hogy te micsoda
egy prostituált vagy. És akkor persze a lányok megijednek, vagy megteszik, amit kér ez a tettes, vagy mondjuk öngyilkosságba menekülnek. Tehát ugye ennyire veszélyes tud lenni ez a helyzet. A másik filmben, az elfojtott hangban, itt pedig azt látszik, hogy az látszik, hogy vannak azért szereplők, akik próbálnak elmenekülni ebbe a közösségből, mert rájönnek, hogy hát itt valami szörnyű dolog történik, és akkor ezeket a menekülőket erőszakkal visszahozzák. Becipelik a kórházba, injekciót adnak, sőt még elektrosokkot is. Tehát, hogy fizikailag bántalmazzák azokat, akik ki akarnak szabadulni a gonosznak a csapdájából. Azon gondolkodtam még, hogy tehát az egyik dimenziója, hogy a gonosz egy nagyon hétköznapi figura, akiről pont azért nem vesszük észre, hogy gonosz, mert annyira hétköznapi. A másik meg, hogy kibe van benne ez a gonosz, tehát hogy mi mennyire lehetünk gonoszok, tehát hogy mi is megtehetjük ezt. Tehát ugye az a kérdés, hogy miért éppen az a 2500 férfi, és vajon a többiek miért nem teszik meg, és mondjuk mi venné bele őket egy ilyen helyzetben, hogy mégis megtegyék akár ők is. Vagy mondjuk a kislányok közül. Tehát, hogy nagyon könnyen megtörténhetnek ezek a dolgok, és akkor én azt a kérdést tettem fel magamnak kicsit így filozófiailag, hogy én honnan lehetek abba biztos, hogy nem-e esetleg bennem is ott lakozik az, hogy mondjuk egy ilyen, akár lennék egy ilyen karizmatikus vezető, és ugyanezt csinálnám emberekkel, mert a hatalom egyébként rendkívül vonzó, tehát ugye itt is arról van szó, mindenki történetben arról van szó, hogy a hatalommal való visszaélés és a hatalommal való játszadozás az tulajdonképpen egy vonzó, egy élvezetes dolog. De a hatalomnak a perverziója is. Tehát, hogy mi történhet bennem is akár, hogy mondjuk engem is belesodor abba, mert lehet, hogy én is tudnám élvezni azt a hatalmat a másik ember felett. És akkor azon gondolkodtam, hogy hol lehet az, amire én rájövök, és akkor egy gondolatom van, és amikor ezekkel a hát én is láttam a saját áldozataimmal beszélgetve, tulajdonképpen belenézve a tettesek arcába, hogy egy dolgot ezek a tettesek nem tesznek meg, és ez a kételj. Tehát ők nem kételkednek abban, hogy rosszak vagy jók. Ők meg vannak róla győződve, hogy amit csinálnak, az jó. Tehát ő bennük nem merül fel a kételj vagy a szkepszis, hogy lehet, hogy én rossz vagyok. Viszont az az ember szerintem, aki jó, de eljátszik a gondolattal, az onnan tudhatja, hogy ő mégse gonosz, mert megijedt tőle, hogy lehetnék az, hogy lehet, hogy én is belecsúszhatnék ebbe. És az az ember, aki ettől megijed, és ettől elkezd félni, az nem válik tettessé. Ezt nagyon sokszor láttam a búzós történetekben is, hogy vannak átlagos emberek, akik felteszik ezt a kérdést, hogy de lehet, hogy én is, bennem is megjelenhet egy ilyen vágy. De vajon ebből a vágyból lesz-e cselekedet? És akkor itt nagyon fontos elválasztani, hogy ami a fejünkben van, az soha nem bűn. A bűn az onnan indul, amikor én nem tudom magamnak ezt, nem tudom magamat megállítani, és a gondolatból cselekedet lesz. Mert az nem bűn, hogy én mit gondolok a fejemben. De hogyha ezt nem állítom meg, a gondolat a fantáziálás szintjén, és tettessé válok, akkor ott már bűn van.